Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek itt benneteket az Anyósó konyhájában. Ma is jöttem nektek egy recepttel. Amit ma fogok csinálni, az nem más lesz, mint rakott krumpli. Igaz, ez egy nagyon magyaros étel, nagyon sokan szeretik, de viszont nem mindenki ugyanegy formán készíti. Hát én most az én változatomat hoztam el nektek, amiben ugye itt is láthassátok az asztalon, hogy ugye mik is kellenek hozzá. És hát szerintem el is fogom most kezdeni, és akkor, hogyha valakinek tetszik, az tartson is velem. Első lépés, igaz, hogy mindig azt mondom, hogy első lépés, tehát amivel kezdeni fogunk, az lesz, hogy meg kell mosni a burgonyákat, meg fogjuk most a csapalat mosni. Igen, most megmosjuk a burgonyákat jó alaposan, és azért is, mert én ezt héjába szoktam felrakni, főni, nem megpucolni. És szerintem így finomabb. Jobb ízt ad úgy, mint a krumplinak. Na, én már meg is mostam a burgonyákat, és ezzel még az lenne a teendőnk, hogy igaz, nem minden burgonyán található ilyen kis csírák, ezeket itten le kell vágni, mert ugye bár ez mérgező. Akkor ezt szépen így meg fogjuk tisztítani. Valamelyiken többen is található, valamelyiken kevesebb, valamelyiken egyáltalán nincsen, de viszont ez mérgezés jó, hogyha le van szedve. Így. Na, és akkor ezzel már csak annyi lenne a teendő, hogy fel kell rakni, öntünk hozzá a vizet, és akkor felrakjuk főni. És hogyha ugye megfelt a burgonya, akkor jó is lesz. Én ehhez szoktam még egy kis sót is adni, hozzáadni. És hogy csak lesz mellette meg vagyunk vele. És akkor hozzá fogunk adni majd egy kis sót. Na, én már 8 darab tojást meg is mostam, egyébként ez házi tojás, nagyon finom, ugyebár a házi tojást nagyon szeressük. És most akkor fel is fogom rakni főni ezt is. Amíg fő a burgonya, meg a tojás, addig mi most fel fogjuk szeletelni a hozzávalókat. Én szoktam belerakni ilyen szendvics sonkát, mi ezt nagyon szeressük benne, nagyon finom ízt tud neki adni. És ugye ezt is most fel fogom szeletelni. Mi ezt a tőm csíkozva szoktuk belerakni, csíkokra vágva, de ti vághassátok kockába is, bár ugye, hogy ti szeretnétek. Mi azt szeressük, elmondom, hogy hogyha nagyon gazdag a rakott krumpli, hogyha nagyon sok minden van benne, és úgymond szaftos. Nem száraz, hanem szaftos, van szaftja. Hát ugye ez is nagyon finom tud benne lenni, a sonka. Jó, és akkor már csak így ezzel, ezt is felvágjuk csíkra. Következő lépés, ugye felszeleteljük a füstölt kolbászt. Én azért szoktam ilyen kolbászt választani, mert a nagyon száraz kolbásznak annak nem igazán van úgymond zsírja. Ennek viszont van bőven. És ugye mondtam előbb is, hogy mi úgy szeressük a rakott krumplit, hogyha van neki jó szaftja. És hát ez eléggé megadja neki. Ezt ilyen kis karikákra szoktam felvágni, ilyen közepes méretűekre. Nem túl vastag, nem túl vékonyra. Ugye a füstölt íz is eléggé jó ízt tud neki adni. A füstölt kolbász. Na viszont, ahogy én ezt vágom, én nagyon megéreztem az illatát. Szóval ezt most én meg is fogom kóstolni, mert én amúgy nagyon szeretem az ilyen kolbászokat. Gyerekek, ez nagyon finom, olyan házi jellege van. Hú.
És ez viszont nagyon isteni árakott krumpliba. Azért tudom nektek ezt ajánlani. Nagyon finom. Jó, ezzel meg is volnánk. Amit én még viszont rakni szoktam vele, az hát egy ilyen száraz paprikás szalámi. Ezt azért is szoktam belerakni, mert ugye ez is nagyon jó íz szokott neki adni. Mi ezt nagyon szeressük benne. Hát most fel is bontom, és akkor hozzá is fogom tenni. Ugye láthassátok, hogy kicsit ez is ilyen szaftos féleségű. És hát nagyon finom lesz így. Ide mellé is rakom, szép eszintik is legyen. A bacon szalonnáról meg annyit, hogy ezt tett a tetejére is, meg ugye középbe is szoktam így belerakni, mert ugye az is nagyon finom benne. Szeressük benne a szalonnát is. Én inkább ilyen bacon szalonnát szoktam belevenni, mert nekem az jobban adja. De igazából a császár szalonnából a füstölt is jó bele, bármik, amiket szeretnétek benne. Mi ezt használjuk, mert ugye mi ezt szeressük. De ti amúgy attól függetlenül, hogy én most itt megmutatom nektek a dolgokat, ti ezt tudjátok kombinálni, jó, tudtok be, hogyha például nem így csináljátok a rakott krumplit, akkor tudtok még belevinni az én ötleteimből is, de viszont nem muszáj így csinálni. Na ugye bár említettem, hogy én szoktam belerakni bacon szalonnát is, mi ezt most fel fogom csíkozni, fel fogom szeletelni. Ezt a közepébe és a tetejére szoktam rátenni. Jó buska legyen. Hát ezt is ilyen közepes méretű csíkokra általában, se túl vékony, se nem túl vastag. Ezzel is megvolnánk. És akkor ugyebár maradt a sajtunk. Én a sajtot azt úgy szoktam, mert én igazából szeretem, hogyha valami nagyon sajtos. De viszont Stefán már nem inkább, Stefán nem szereti rajta a sajtot, de én csalfa vagyok és rakok bele sajtot. Én nem a tetejére rakom, hanem bele a közepébe azt is. És nem vesz észre, hogy sajt van benne. Akkor ezt ide is fogom rakni, a többi mellé. Közben hallhassátok, hogy ugye már tő nekem a tojás, meg a burgonya, most amúgy rá is fogok nézni. Itt láthassátok a burgonyát, ennek hát látszódik, hogy még kemény, nem igazán akkor még bele menne a kés. Ez majd akkor lesz jó, hogyha szépen így bele tud olvadni így a kés. Belepucs. Ez még nem jó, ennek viszont én szerintem kell még egy ilyen 10 perc, de viszont a tojás még az se igazán jó, mert én szerintem még maximum 2-3 percre még lesz szüksége. Jó, és ugye bár jött a sajtkeszelés, de viszont ugye mondtam, hogy Stefán nem igazán szereti a sajtot. Na és ugye bár most jön a sajtreszelésünk. Hát én azt mondtam, hogy ugye Stefán nem szereti a sajtot a rakott krumpliba, de egyébként amúgy szereti a sajtot más mindenbe, más ételekbe, de viszont ebbe nem. És ezért, de viszont én ebben nagyon szeretem.
és ezért most rakni fogok bele egy kicsit a közepébe. Hát remélem nem fogja észrevenni most, hát így nem vette észre, akkor most se fogja. Ez egyébként trapista sajt, én azt raktam most bele. Hát ez az omlósabb változata, én ezt ettől jobban szeretem, benne van, ugye keményebb is, de viszont lehet belerakni füstölt sajtot is. Mi ezzel szeressük, ugyebár én nekem a kolbász is füstölt, meg így ennyi, de én nekem elég ezre a füstölt íz bele, elég ennyi bele. De aki nagyon füstösen szereti a rakott krumplit, az rakhat bele füstölt sajtot is. Na, én most le is reszeltem a trapista sajtot, félig meddig már készen vagyunk az előkészületekkel, de viszont még a burgonyának és a tojásnak főni kell, de hogyha az megfőtt, akkor jövök vissza nem soká. Na, én a tojással most meg is lennék, meg is főtt a tojás. Lenne nektek egy tippem, hogyha ti is úgy jártatok eddig, mint én, hogy ugye megfőtt a tojás, és akkor ebből rá kell önteni hideg vizet, egyből fel kell önteni jó hideg vizet, és ez azért jó, mert hogyha ti is úgy jártatok, mint én eddig, mert pillanat elmondom, mert lehetett, hogy nem fogjátok hallani, hogyha ti is úgy jártatok eddig, mint én, hogy ugye bár, hogy szedtétek le a tojásnak a héját, és hát volt olyan, hogy egybe leszette a tojással együtt a héja, és ez segíti abba, hogy ugye a tojás meg a héja úgymond szét tudjanak válni, nem egybe maradjanak. Jó, és akkor még egyszer ezt a műveletet meg tudom csinálni. És akkor szerintem biztos nem fog a tojás meg a héja egybe maradni szépen, le tudjuk szedni a tojásról a héját. Na, én ezzel a műveletámmal meg is lennék, amit mutattam nektek, és hát akkor nézzük is meg az igazság pillanatot, mert most ugrik a majom a vízbe, hogy igazat mondtam, vagy nem. De én szerintem igen. Lássátok? És akkor nem úgy lesz, hogy egyből tépi le. Szóval a tojásunkhoz a héja nem fog hozzányúlni. Lássátok, milyen szépen jön le. Én azt mondom, hogy próbáljátok ki. Nagyon hasznos. Láthassátok, hogy nézzétek, mi a szépen jön le. Alig nyúlok. Mikor lesz már kész a kaja? Éhes vagyok. Már nem soká. Türelemre hozzá terem. Te jó, hozzávalók, minden. Amúgy nem lehet meg a hozzávalókat, mert akkor meg fogom hozzáállítani a rakott krumplit. Ne egyél egyet se, egyet is már nem lesz, nem lesz a rakott krumplit. Jaj, hát akkor miért csinálok, ha nem eltek belőle? Nem megiszed a hozzávalókat. Már éhes vagyok, enni de akarok. De nem sokán készen lesz már. De éhes vagyok is, nem. Na, akkor meg is főtt a burgonyánk. Ezzel már csak annyi dolgunk lesz, hogy le fogjuk venni a héját. Meg fogjuk szabadítani a héjától. Ezt késsel szoktam megcsinálni. De ha meg is főtt, akkor látassátok, hogy ez ne is jön egyből a héja. Ilyen könnyedén. És akkor innen is észre tudjátok venni, hogy megfőtt a burgonya. Hát vannak benne ilyen csúnyább részek is. Én azt általában mindig ki szoktam váltani. Most is úgy fogom tenni. Elsőnek meg tudom a burgonyát. Így láthassátok szépen is lejött. Én szerintem így, én nekem nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én nekem így sokkal ízletesebb a rakott krumpliba a burgonya. Úgyhogy ha héjában együtt főzöm meg. Mi ugye maradtak rajta ilyen kis fekete kis részecskék, amik nem olyan szépek benne. Én ezt ott mindig el szoktam vágni, és akkor most is le. Így, mi? Akkor ennyi tendőm lesz így ezzel. Én azért hozzáteszem, hogy én most egy
kb. Egy kilónyi burgonyát főztem meg, de azt is meg fogom mutatni, hogy mihez viszonyítva, mármint a tepsinek a méretéhez viszonyítva. Én annyit csináltam, ja is két réteget fogok ebből készíteni. Na és akkor elérkeztünk az utolsó fázishoz, mikor össze kell rakni alakult krumplit. Na, az első lépés, én általában úgy szoktam összerakni, hogy egy kis olajat szoktam így az aljára önteni. Nem túl sokat, épp hogy kicsit mindenhol jusson. És akkor ugye már itt vannak a burgonyák, arrébb is rakom, és akkor ezt így felszoktam így karikázni, így ilyen közepes karikákra. Nem baj, hogyha széjjel esik, úgyis egyből fogjuk így rakni őket, de viszont ne legyen olyan vastag, meg ne legyen nagyon túl vékony, mert hát azok is sokat adnak benne. Én ugyebár említettem, hogy én most két réteget fogok ebből csinálni. Így, ilyen közepesre, szemmel láthatóan ilyen közepes méretűekre. Jó, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor még ezen felül én még fűszerezni szoktam a burgonyát. Rakok rá egy kis fekete borsot. Nem túl sokat, csak épp, hogy jusson mindenhova érni. Így. És én még szoktam hozzáadni ételízesítőt. Így. Meg egy kis sót még. Igaz, hogy raktam már hozzá sót, de én ezen felül még szoktam még egy kicsivel meghintani. Pont jó állaga legyen. Jó. És hát akkor most érkeztünk el, hogy a kolbászokat, azokat rárakjuk, de nem mindet, mivel én két réteget csinálok. Így. Megszórjuk őket vele. Én még ezen felül még rakok ilyen szalámit is hozzá, paprikás szalámi. Így, és akkor most fog érkezni a sonka, amit ugye abból sem mindent fogunk rátenni. Én nekem ehhez a kínai tálhoz, én nekem ennyi hozzávalóra van szükségem, ennyi hozzávalókra. Itt ide. Jó, és akkor most fog ráérkezni a bacon szalonna, de ebből sem mind, épp ott csak így a fele, mert szeretnék meghagyni a tetejére is. És akkor most fogom a tojásokat rárakni. A házi tojás, nem tudom, de olyan másabb az íze, és láthassátok, hogy a tojás sárga, és milyen élénk sárga. Szóval innen is lehet látni, különbözik a boltitól. Olyan gyönyörű. Én a tojásokat is ilyen közepes méretűkre szoktam így belerakni. Így. Szerintem még ezt az egyet belevágom, azt elég is ez már.
Na és hogyha kezzel meg vagyunk, akkor fogom rárakni a sajtot, amit a közepébe fogom belerakni, amit a Stefának fog észrevenni. Nem mindet fogom belerakni, mert azért már lebukós lennék. Lebuknék. Csak észrevenném annyi sajtnál, hogy van benne sajt. Szóval azt a témét is hagyom elég ennyiből. Jó, és akkor én még, ugye megvan a sajt, és akkor én még erre még rakok egy réteg tejfölt. Gyerekek, nem baj, hogyha a sajttal együtt keveredik. Legalább minél finomabb lesz, annál jobb. Semmi kárunk nem fog ebből származni. Nézni. Mondtam, hogy mi nagyon cuccosan, nagyon úgymond szaftosan szeressük. És azért is rakok még ide tejfölt. De majd a tetejére is fog kerülni. Jó. Szerintem annyi elég is lesz rá. És akkor most gyerekek megint rétegezni fogunk. Jön a burgonya. Megfűszerezzük azt is ugyanúgy. Utána jönnek a száraz kolbászok, akkor a száraz szalámi, a sonka, és ugyebár a tojás, mert ugye azt a tetejére szeretném, a bacon szalonnát, utána jön a tojás, most ezt meg fogjuk már cserélni, és akkor a tetejére fogom, még rá fogom kenni a tetejére a tejfölt, és akkor utána fog rájönni a bacon szalonna, hogy utána jó kis sütve legyen a teteje. Na gyerekek, én most ezzel el is készültem, láthassátok, így állítottam össze. Ugyebár mondtam, hogy a békönt azt szeretném a tetejére rárakni, mert ugye jól megpirul rajta, és akkor jó plusz 10 tud majd neki adni. Eztet most be fogom tenni a sütőbe 180 fokra, kb. 30-45 percig fogom sütni, és akkor majd jövök a végeredménnyel és a tálalással. De viszont én rám még eközben vár még a nagy takarítás, mert hát ugye nagy putrit hagytam magam után, de hát főzés az ezzel jár, szóval akkor nem sokára jövök is nektek vissza. Na gyerekek, én ezzel most el is készültem, láthassátok is a végeredményt. Ha tetszett a recept, akkor próbáljátok ki, nagyon sok sikert kívánok hozzá mindenkinek. Sziasztok, millió puszi nektek!